Heteken át tartó felkészülés gyümölcse érett be ma délelőtt a gimnáziumban. Egy év kihagyás után ugyanis újra megrendezték az éneklő osztályok versenyét, melynek alapítása egészen 1974. májusáig nyúlik vissza. 47. alkalommal töltötte be a tornatermet a lelkes diákok éneke, ahol a népdalok mellett szabadon választható dalok és kánonok is felcsendültek. Nagy izgalommal készültünk, hiszen újra normális gimnáziumban érezheti magát az ember, mert nem csak a tanulásról szól, hanem másról is. Nem csak 45 perc alatt lehet tanítani, hanem nagyon jó programokkal, és ezért sajnáltuk, amikor elmaradt a fordított nap, az éneklőosztályok verseny, még a többi. De úgy hiszem, hogy az utóbbi hetekben helyre billentünk. Tegnap egy nagyon szép nap volt, hiszen a költészetnapi alkalmában egy közös versmondással indult az első óra, és ma pedig tovább fokozzuk ezt, mert az éneklő osztályok is mindjárt 21 osztály fog fellépni. Úgyhogy izgalommal várjuk, örülünk neki, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy újra itt lehetünk. A zsűri elnöke idén Palatinus Violetta koncert és opera énekesnő volt, aki 30 év után nemrég tért haza Németországból. Nagyon izgatott volt, hiszen ez volt az első alkalom, hogy a zsűri asztal másik oldalán ült. Az én elsődleges hozzáállásom, hogy minden gyerek, amit csinál, értékes az osztálynak. Ez egy nagy dolog, hogy egy közösség összeformálódik azáltal, hogy ők kiválasztanak egy darabot, valaki még harcol is, hogy ez legyen, ne a másik darab. Nagyon színes programot találtam, még tanultam is tegnap. Mindent végighallgattam, amit tudtam, ugyanis ismeretlen területre kell lépnem, mint a rockzene, vagy angol szövegű dalok, amiket nem annyira ismerek. Nagyon-nagyon nehéz darabokat is találtam, ahol intonációs problémák is lehetnek, tehát végül is a tiszta éneklés fontos. Sír az én édesem, keres minden felé. A zsűri elnöke úgy fogalmazott, amíg éneklünk és zenélünk, addig nem veszett el a világ és a fiataloké a jövő. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, ez alkalommal is arany, ezüst és bronz minősítést szerezhettek a diákok. Az az osztály pedig, amelyik a legtöbb pontot kapta, egy évig büszke tulajdonosa lehet a győzteseknek járó vándorkupának.